Üdvözlet, itt Kaveri! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri! Ja, üdvözöllek benneteket, itt Kaveri! Hát te mit is szoktál? Neked nincs ilyen nagyon ilyen... Sziasztok! Ja, sziasztok, ez mi ez? Ez hogy felejtetted? Hát nem, csak ezt a izét, csak jó, az ez mi eznél azt vágtam, hogy mi van, de valahogy nálad. Nálad most elgondolkodtam, hogy van ilyen tipikus mindenképpen ugyanazt akarod. Nincs. Én mindig azt mondom, hogy sziasztok. Ez milyen eredeti, mi? A sziasztok? Az nagyon durva, senki nem tolja így, hogy sziasztok. Na, nem, szóval... de így tolják, hogy üdvözöllek benneteket itt, Kaveri. Mindenki így tolja. Tehát, hello, sziasztok, Sirius vagyok. Na, tehát az van, hogy szeretünk volna ide a YouTube-ra tolni olyan tartalmakat, ahogy ígértünk nektek, ami nem stream, és olyan, amihez kedvünk van. Tehát nyilván fogunk ilyen aktuális, éppen kijött játékokról is videókat készítem, mert nyilván ezekkel játszunk is általában, de azért van egy csomó olyan dolog, mint például ez az iszonyatosan király játék, amiről Alex egy évig győzködött legalább, a Zelda Breath of the Wild, és most azt terveztük, mivel ugye ez se nem co-op, se nem multiplayer, bár amúgy nagy fan lenne. Így egymás mellett. Jó lenne benne egy kóp, vagy... Hát csak ez... Tehát ez... Szerintem ezt olyan emberek rakták össze, akik nem játszanak így multiba, így aztán... Igen, mint úgy egyébként a Nintendo-ba állandóan ezeket a dolgokat nem, azokra hát kell össze, akik nem játszanak a Skyrim, multiba. A Skyrimba sincs, tehát hogy rengeteg ilyen játék van. Ezek ilyenek, nem probléma, ez csak... Tök jó lenne, ha nem így lenne. Na mindegy, egyébként ugye most felreppent egy hír, hogy lehet, hogy dolgoznak a Nintendónál a második részem. Mert hát hogy... Hát ezután biztos. Hát nyilván. Konzolszeller volt gyakorlatilag. Abszolút. Meg volt egy ilyen hirdetés, képzeld el, hogy fel szeretnének venni embert kifejezetten a Zeldára? Aha, igen. Nyilván nem DLC-ken akarnak akkor gondolom dolgozni, érted, hanem... Hát te megvetted a DLC pakkot? Meg, persze. Hát ugye csak két DLC van. Mondjuk az egész seasonben két DLC volt, ugye máshol meg négy van. De nem hiszem, hogy DLC-t akarnak kiadni már. Elég volt a DLC-ből szerintem. Én sem, meg igazából amikor ugye megvettem ezt a játékot, és hogy utánolvasgattam, akkor nagyjából az volt, hogy így mondták, hogyha most kezdesz el vele játszani, tehát ha most, mert ugye volt a Redditen egy kérdés, hogy most venné meg a Switch-et, és hogy ajánlják-e, megéri-e 2018-ban, és akkor mindenki így, fú, viccelsz, ezt legalább 2020-ig tudsz vele játszani. Még két évig úgy, hogy gyakorlatilag csak egy-két címet érintettél. És akkor mondták, hogy hát amit mindenképpen játszom be, ugye az a Zelda. És akkor írja a srác, hát kb. Mintha én írtam volna Jódát, hogy sose szerette Zeldákat, meg hogy néz már ki az előző Zeldák, és akkor hát ebből látott ugyan videókat, de blablabla, bla, bla, tudod. Tetszett aha. Neki, de hogy neki ez nem, ez a fantasy világ nem jön be, és akkor mondják neki, hogy aha, jó, oké. Maradjunk annyiba, hogy próbáld ki, tehát ha veszel Switch-et, próbáld ki, és nagyon-nagyon fontos, hogy mindenféleképpen a DLC-ket vedd meg már a legelején. És, mert ugye a DLC az, hát az gyakorlatilag annyi, nem, hogy így in-game ilyen questeket tudsz kiszedegetni. Hát, új cuccok vannak. Tehát meg pár új quest, ami ugyanúgy új cuccokat ad. Tehát semmi olyan hatalmas, de nem rosszak egyébként. Meg rengeteg hiányosságot pótol, ruhát, meg ilyesmit. Ja, hát ugye itt aki nem ismerné egyébként az Zeldába, tehát most például... tehát ezt mondhatjuk ezt RPG-nek szerinted? Hát ez egy RPG. Hát igen, de hogy ilyen... Nem annyira hardcore RPG ez, nem? De hogy tudok vonatozni? Azt mondom, hogy ez filmből nem van? Egy nagyon, tehát nem egy ilyen story heavy based RPG, de ez egy RPG, tehát...
az, tehát, igen. Ja, most itt egyébként amit látok, az az, hogy van a játékban mágnesesség. És konkrétan ráraktam a vasúti kocsit a sínre. Most az a kérdés, hogy én ezt hogy fogom meghajtani? Üssek bele. Nézd, már itt áznak a izébe. Tehát, hogy ugye elég sok mindent tudsz magába a Zeldába, nyilván vannak különböző fegyvereid. Itt látszik is egyébként, most egy olyan helyen vagyok, jobb alsó sarokban látjátok, hogy gyakorlatilag a hőmérsékletet látszik is, tehát tulajdonképpen az elviselhetetlen kategória. Itt mutatja is, hogy kb. Van két pajzsom, meg ja, két pajzsom, ami mondjuk egyből el is égne, ha elővenném és használnám. Illetve a ruházatok között vannak különbözők, vannak például, amiben gyorsabban tudok úszni, meg ami a hidegnek, a hideg ellenállásban segít, de ez például ugye abszolút tűz ellenvéd. Gyakorlatilag ilyen hőálló ruha. Vannak különböző tárgyak, ugye amiket az ember itt a világba szedeget föl, a tejtől, a búzán át, a különböző bogarakig. A rizsik. És csinálhatsz tojásos rizsgolyókat. Például így van, illetve tudsz, hogy ilyen elixíreket kotyvasztani, különböző ilyen óriás gyíkok ellevágott farkából. Például meg mindenféle ilyen vacakból. És akkor azokból lesznek így az ételek, meg így a főzetek. Meg mindenféle olyan dologból, ami így papíron nem mutat jól. Igen, és valamiért mégis. A különböző boostokat adnak. Például ez a kaja, amit én kotyvasztottam, ez a maximális szívek számát, tehát azt megtolja annyival, ugye ideglenesen, tehát ha ezt leütik, hát akkor addig, amíg el nem fogy. Amíg el nem fogy, igen, tehát ugye nem, nyilván nem visszatölthető módon. De hát folyamatosan fejlődik a karakter, aztán ugye szépen különböző képességek vannak, azt nem tudom, a vonattal egyébként. Kvázi úgy kell közlekedni, hogy most én akarok közlekedni? Így megütöm? Aha. Hát megállítod a stoppal, és akkor elkezded ütni, mint a hülye gyerek. Jó, hát akkor... tehát ez olyan, mint a MÁV, tehát ez... Ez olyan, mint a MÁV. Mi is azt így fogod, és így ütöd, vagy... Aha, megáll akkor. Megállítod, beleütsz kettőt, azt újraindul. Aztán, hadd szóljon. Ugye vannak különböző ilyen képességek, ez például ilyen stázis mező gyakorlatilag. Mondom, azt mondtam, hogy olyan, mint a vám. Csak nem. Csak baromira nem. Ó, itt egy shrine. Itt egy shrine, ott egy shrine. Mindenhol ott egy shrine. Hát azért ez kemény. És akkor vannak különböző, hát itt a dungeonök, ezek a shrine-ok, nem? Aha, hát ez a dungizás itt. Itt ez a dungeonözés, vannak harcok a dungeonben, de nagyon sokszor logikai ilyen puzzle-ok vannak, de eszméletlen jók. Most itt mindjárt megmutatok egyet, ez most konkrétan nem tudom, hogy milyen lesz, mert ugye ezt nyilván életemben először látom. De maga a map az ilyen odamész, ahova akarsz, nyilván, de a hidegbe szétfajtsz, jéggé fajtsz, itt ezeken a helyeken ugye itt gyakorlatilag elégsz nagyon-nagyon hamar, tehát nyilván van benne úgymond egy kis blokk, bár egyébként ugye a játék az olyan, hogy így az elején fogja magát, elenged és azt mondja, hogy hello. És mennyi? Mennyi a petikém? Azt nem tudom, hogy... Itt mi a túrót kell csinálni? Aha, az ott valamit megnyom, az már innen látszik. Csak vajon mit nyom meg? Aha, azt ott kinyitja. Jó, akkor azt fogjuk csinálni. Itt a DLC-s questeken egyébként nagyon meg kell tanulni használni azt a blokkolás, visszaslash harcrendszert, pedig én úgy vittem ki a játékot, hogy nem nagyon foglalkoztam vele. Ja, ezt a blokkolós részt, aha. De DLC az eszemen nehéz. Tehát néhány ilyen quest az úgy van megcsinálva, hogy ilyen, jaj, elindul izé, és akkor van negyed HP-d, és minden egy hitel. És ellened meg ilyen,
atomerős enemik vannak, és az a lényeg, hogy te is egy hitelsz, de üsd meg! Addig lelő a szarba. Amíg te közel mész hozzá. Hát meg például az, hogy vannak ugye ezek a robotok, ezek a Guardianek, amik ilyen, ilyen igen, igen effektív lézereket lőnek, és így streambe így mondja az egyik néző, hogy hát azt vágod, hogy így ha jó timinggal ütsz vissza a pajzsal, akkor vissza tudod ütni a lézerét. Mikor visszavered a lézert, igen. Hát mondom, jó, próbáljuk, és így egyből visszaütöttem, és így azonnal megsemmisült, holott az előző ilyen robotot, ezt a Guardiant, ezt vagy nem tudom, ilyen hosszú-hosszú percekig ütöttem, tudod, tehát, és így elfogyott öt fegyverem, meg kilőttem az összes komoly nyilamat, meg robbanó nyíl, meg rázó nyíl, meg ilyen-olyan, tudod, mindent bevetettem. Igen. Na hát ez egy elég könnyű volt. Azt kell, hogy mondjam. Akkor most nem tudom, végre. Igen. Igen. Nem csak az, nem tudom, hogy hány shrine van, mennyit lehet kilokkolni. 100 valamennyi. Neked meg van mind? Nincs, most pont azt a playthrough-t csinálom, hogy az összeset megtalálom. Nem, nincs, tán, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Már is megvan az abba egy évad. Sok. Most kajálok egy ilyen settenkedős kaját. 120. Az igen. Tehát a 120 ilyen dungi, úgyhogy én most pont arra játszok, már megvan szerintem, vagy 80, biztos amúgy. Azt nézem, nincs csak steltes elixírem, de nincs. Ezek a gyíkok nagyon-nagyon meg akarják a barátunkat répelni. Meg ez a steltelés, tehát konkrétan én nem, tehát így, én azt hittem, hogy ez annyiból áll, csak hogy így googolok, és akkor hú, de jó, oda tudtok settenkedni. Jobb lent még van egy izé sound mérő is. Igen, de hogy konkrétan kritel rá. Ide kritelek, oda kritelek. Na. Mindenhova oda kritelek. Talán nem. Mondjuk lehet, hogy nem a... Ezek a tűzes pályán, nem a tűzes nyíllal kéne nyomnom. Vannak azok a fosok, amik úgy a levegőbe szaladgálnak, és így lőnek mindig valamiért ilyen izébe, ilyen ruhába. Igen. Ilyen hosszú esküvői ruha. Jaj, tudom, azok ha annak az ellentétével lősz, akkor egyből belehalnak. Tehát például a tűzesre rálősz jéggel, akkor abban egyből belehal is fordítva. Igen. Ezt én nagyon sokáig nem tudtam, pedig a rohadt idegesítőek amúgy. Pedig most egyébként én ilyen jegessel nyomtam. És nagyon nem. Bár határozottan többet sebez rajta egyébként, mint ha tüzessel lőném. Jajaj. Elmész a francba. Nem, még nem. Nem akarok, csak... Hát ez az egy hitelés. Hát, és akkor add mindig a végén, tehát megcsinálsz egy ilyen... Tehát vannak ilyen kis fortok, az egy HP-val defeateled az egészet, majd ad egy shrine-t, ami ilyen lehetetlenül nehéz. Ja. És ebből van 4. Most ezzel mit kezdjek, könyörgöm? Ja, most ezt csináld meg egy szívvel a történetet, a kategóriát nyomod, nem? Nem is egyen, negyed szívvel. Tehát gyakorlatilag, ha rosszul esel, abba is belehalsz. Mindig kezdheted előről. Azt fogom csinálni, hogy én ezeket megcseszem. Jó, csak azt menni másik streambe. A YouTube-on még nincs ez a kategória. Kiesett a kezéből a fegyó. Ne! Lebökött.
Lebökött a gyíkdisznó. Á, öregem. Egyébként, ha mentést visszatölt, akkor így a cuccaid is minden megmarad, nem? Hát persze. Tehát úgy menti el egy az egybe, ahogy voltál. Jaj. Jó. Olyan jó végre, hogy ugyanazon a monitoron tudok játszani. Ja, megvan az új monitorod, mert az, mi? Hát mert az előző monitorod, mutattam is a izébe. A előző monitoromon nem volt HDMI kábel. Tehát HDMI bemellett. Ja, nekem se volt HDMI, hanem ez a DVI-on volt, az se. Nekem csak DisplayPort volt, és csak egy, és ennyi. Úgyhogy... Úgyhogy most van először az, hogy így a nagy monitoron tudok játszani. Még vannak végre színek, ennek is nagyon örülök. Tehát valami, amit már egy ideje nem láttam, tudod. Ja, színeket, igen. Hát... És az a durva egyébként, hogy így megcsapatom árammal, és kiesik a kezéből a fegyver. Igen, az olyan... Menő meg van csinálva. Ennyi, ezt ki is nyírtam. Tehát azért ezt melyik játékban van ilyen, nem jól láttam. Hát... Ennyi, ki is nyírtam, véget papa! Miért belem csapott? Gyere, gyere, gyere. Hopp! Ennyi volt. Ez igen. Jó, hát ez mondjuk gyakorlatilag kettő ilyen izé volt, ilyen... Gyík. Gyík. You are crazy strong. Megint megmentettél. Hát, hagyd el. Hát igen. You are crazy strong. Strong vagy, igen. Piu, piu. Fáj a háta. Egyébként nem tudom hány órán van már benne. De annyira nagyon-nagyon nem haladtam szerintem előre a sztoriba. Hát ugye van 4 Divine Beast, ugye az alap sztori az valami olyasmi, hogy van ez a Hyrule, ez a neve a helynek. Ez a hely. Igen, és a gonosztól megvédték a helyet. Én úgy vettem ki, de javíts ki a tévedek, hogy valami idegen technológia. És itt... Ezzel győztek le mindenkit. Ezzel győztek le gyakorlatilag mindenkit. Ugye tulajdonképpen ugye maga a civilizáció ilyen középkori szinten van, viszont vannak különböző ilyen gépek, de aztán a gonosz egy nagy csellel ezeket a gépeket fölött úgymond meghekkelt és átvette az uralmat. És van 4 darab ilyen hatalmas nagy gép, ami... A Divine Beast. A Divine Beast-ek. Beast-ek. Egy finom kis beast-ek. Egy finom kis beef-steket. Divine Beef-stek. Most már nem tudom nem hallani. Ezzel túl már Divine Beef-stek lesz, ez tudja. Igen. és ezek fölött is átvette az uralmat. És a történet egyébként ott kezdődik, hogy kb. Szerintem minket így hibernáltak, vagy valami hasonló. Nem, csak téged. Hát engem igen, téged nem. Úgy értem, hogy csak azt linket. Hittem azt mondod, hogy az egész Hyrule-t, nem? Nem, csak linket, igen.
Most annyira genyó lettem volna eszembított, hogy azt mondom, hogy csak Zeldát, de akkor meg az már túl egyértelmű. Mert az a, az a nagy trigger pont. Hogy? Ja, hogy Zeldának hívják a főhőst. Ja, hát az csak azok csinálják, akik... Mint én is voltam, akik nem játszottak egy másodpercet se korábban ilyenekkel. De azt kell, hogy mondjam, hogy... Hogy ez egy lenyűgöző folytatás volt. Hát nagyon is ordinári nagy siker. Tehát, és ugye mondják, hogy hát, hogy Nintendo-ra mit vegyek, hát Nintendo-ra az exkluzívok zseniálisak.